A listavezető számára jól, a Kisvárda számára kevésbé jól indult a tavaszi szezon. A Ferencváros 4-0-ra verte a Paksot, a Várda viszont 1-0-ás vereséges szenvedett Mezőkövesden, úgy, hogy egy fél időt emberhátrányban játszott Dajka László együttese. Sok idő azonban nincs a kesergésre, mivel szombaton már újabb meccs vár a csapatra, mégpedig Teltház előtt ősszel a nemzetközi porondon is edződő Fradit fogadják Lukaszék. A mezőkövesdi vereség nem jött jól, első fél időben nem is futballoztunk jól. A héten azt mondom, hogy mint az elmúlt héten, és most is tisztességgel becsülettel dolgoztak a srácok, és tisztában vagyunk azzal, hogy a legjobb formában lévő magyar csapat látogat hozzánk, és a legnépszerűbb, hogy még hozzátegyem. Én azt gondolom, hogy a időjárás ellenére sokan lesznek, és mi azért dolgozunk egész héten, hogy például az elmúlt héthez képest javuljunk, jobb teljesítményt nyújtsunk, és nagyon szeretnénk jó eredményt elérni a Ferencváros ellen. A két csapatot 8 helyezés és 19 pont választja el egymástól a tabellán. Ennek tükrében a vendégek számítanak a mérkőzés esélyesének. Én úgy gondolom, hogy a Ferencváros fogja többet birtokolni a labdát. Nekünk agresszívnak, szervezetnek, szélességében, mélységében kell szűkíteni és megnehezíteni a Ferencváros támadásépítéseit úgy, hogy labdaszerzés után nekünk is lehetőségeink legyenek. Teremtsünk lehetőséget, helyzeteket, és nagyon szeretném, hogy azért is hetek óta nem rúgtunk gólt. Nem mondaná senki azt, hogy a Ferencváros az, akinek gólt fogunk rúgni, de én nagyon bízom benne, hogy igen. A Kisvárda-Ferencváros mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 18. forduló további párosítása a következő: Budapest-Honvéd Mezőkövesd, Diósgyőr-Kaposvár, Paks-Zalaegerszeg, Puskás Akadémia Debrecen és Újpest-Molfehérvár FC.